A Szászrégeni Kemény János Társaság amatőr színészei egy régi kor emlékét őrzik. Szászrégenben már az 1960-as években volt népszínház, a Kemény János nevet azonban csak később vették fel. A Kemény Jánosnak nagyon hosszú története van, már a 60-as évek előtt működött, mint népszínház. Tehát utána vettük át, mi ezelőtt egy olyan 15 évvel a Kemény János Társulat nevét, kértük a Kemény családnak a beleegyezését is, akik normális körülményeknek megfelelően benne is voltak ebbe, hogy felvegyük a nagy mecénásnak a nevét. Mi fogott meg ebben a tevékenységben téged? A színjátszásban? Igen. Hát, hogy más lehetek, mint aki vagyok. És hogy igen, vicces, meg másokat is lehet nevettetni ezzel. Jelenleg két diák színjátszó csoport működik András irányítása alatt. A Csimbum, valamint a Kemény János Társaság. Mindkét színjátszó csoportnak 12 tagja van. Örök mozgó gyerekek, akikkel András elmondása szerint egyetlen próba sem unalmas. A színjátszás hát elsősorban magabiztosságot ad nekik. Tehát mikor felmész a színpadra, és be tudsz állítani már egy mikrofont, és szólsz, vagy szavalsz 200-300 embernek, tehát ezt is meg kell tanulni, úgy szép lassan. Mert bizony láttunk olyan felnőtteket is, akik először lépnek a színpadra, mondjuk lehet az tanár, bárki, és nem tudja, hogy minek is fogjon neki, hogy milyen hangosan beszéljen, a mikrofont hogy tartsa, hogy állítsa be egy picit. Ezek a gyerekek szeretik a színpadot. Most már nem izgulok, csak egészen addig, ameddig a színpadra lépek, és utána már tényleg nyugodtan, már csak mondj, hát még nem rutin, de még azért sok év kell, míg a színészeknek is rutinból megy. De úgy nekem ebben nagyon sokat segített, hogy közönség előtt tényleg nyugodtan tudjak, és ne legyen problémám ezzel. Amit észrevettem, az, hogy tisztában tudok beszélni közönség előtt, és azt az izgalmat, amit tartok magamban, ki tudom bontakoztatni, és eltűnik, ahogy a szín, ahogy a színpadra fellépek. Van benne Isten áldás, jókedv, bőség. A mélyben kezdte úgy, uram, hogy csakolja meg a máját, jöjjön, táncolj! Adja meg a fiatal, amatőr színészek állandó fellépői a március 15-i, valamint az október 6-i megemlékezéseknek. Ezekre az alkalmakra általában zenés verses összeállítással készülnek. Az év többi részében az András által kiválasztott gyerekeknek, kamaszoknak szánt színjátszó darabokat tanulják, és ezekkel járnak különböző találkozókra. Tudom, ez egy ilyen sokszor hallott szó, hogy versek, vagy fogalom, hogy versek világa, de a versek azok olyanok, mint az absztrakt művészet, ami nekem nagyon tetszik bennük, hogy én egynek látom a kimenetelét, de mégis mások teljesen másképp érthetik azt, amit én elmondok nekik. Általában a darabokhoz, amiket kapok, vagy keresek, mindig vagy hozzá kell írni valamit, hogy legyen mindenkinek szerepe, vagy ki kell venni valamit. Ezt régebb is így csináltuk, a nagyokkal is. Nem lehet kapni pont egy most 12-en vagytok, egy 12 szereplős valamit, legyen az egy bohózat, vagy akármilyen gyerek, diák színjátszó előadás. A színpad által nyújtott fejlődési lehetőségek mellett a Kemény János Társaság amatőr tagjai egy jó közösséget alkotnak. András munkáját a kamasz vérmérséklet sokszor megnehezíti, de mindenki tudja, hogy igazán szereti ezeket a fiatalokat, és a fiatalok is oda vannak András bácsiért. A kedvenc élményem, amikor ezelőtt egy 3 vagy 4 évvel Erdőszent Györgyre mentünk, és ott volt, az volt az első ilyen komolyabb, mondjam azt komolyabb fellépésem, ahol zsűri is volt, és úgymond díjaztak, illetve zsűrizték azt, amit mi csináltunk a színpadon. És maga a hangulat, hogy oda mentünk egy nagy busszal, jött akkor még a Fantázia csoport, Nagy Csimbum, Kemény János, akkor én még mini csimbumos voltam, akkor tényleg nagyon sokan voltunk, és annak volt egy jó hangulata. Mi úgy megyünk próbára, hogy igenis, tudjuk, hogy meg kell tanulni, de
akkor is kimegy a fejünkből, elfelejtjük, és csak nem tanuljuk meg. És András bácsi akkor nagyon mérges lesz, és az a legviccesebb, a legélvezetesebb pillanat, amikor ülünk és hallgattunk, és nézzünk egymásra, hogy tudjuk, hogy fogunk kapni egy kicsi szidást András bácsitól.